Sziasztok! Bemutatom Andit, ő lesz a mai videó főszereplője. Igazából azt mondta nekem, hogy bármit csinálhatok a hajával, csak legyen világosabb összhatásában és teljesen más, mint most. Három verzió jutott az eszembe. Az egyik az, hogy nagyon kontrasztos melírokat rakok bele, és ezáltal egy kicsit ilyen csíkos hatása lesz. A másik az, hogy teljesen felvilágosítom a haját, már amennyire engedi a haja. A harmadik pedig az, hogy melírokkal világosítsak, és ezáltal hozzak létre egy világosabb összhatást. Amíg kitaláljuk, hogy mi legyen, addig mehet az intro. Megszületett a végleges döntés, és a teljes szőkítés mellett tettük le a voksunkat. Milyen színt szeretnél, Andi? Azt szeretném, ha összességében egy ilyen 8-as világosabb szín lenne az egész hajamon. Rendben. Mindent elkövetünk ennek érdekében. Andinak nagyon sárgulásra hajlamos a haja, úgyhogy okosan kell csinálnunk, hogy otthon se legyen problémája ezzel. Andi haján most egy klasszikus szőkítés fog történni, szabad levegőn fogjuk kivárni a hatóidőt, miután a teljes hajhosszra felvittem a szőkítőt. Láthatjátok, hogy itt az alsó részen a teljes hosszra fölvittem a szőkítőkeveréket, mert az alsó rész az teljes hosszában volt barnára festve. Itt a felső részt, ahol már a melírok is vannak, ott először csak arra a részre viszem föl a szőkítőt, ami barna, és barnára van festve, és utána, amikor oda fölkerült a szőkítő, akkor keverek egy gyengébb keveréket, és azt rakom a szőke részekre, mert teljesen fölöslegesen tenném rá ugyanazt az erősségű szőkítőt, mint a tőre és a hosszára. Ilyenkor meg szoktam nézni az első tincseket, amiket fölraktam, és Andi hajában látszik, hogy a sárga pigmentek jönnek nagyon erősen előtérbe, de hát még félúton sem vagyunk. Fölkerült a szőkítő a barnára festett részekre. Láthatjátok, itt hátul már majdnem ugyanolyan színűre világosodott, mint a szőkített végek. És most egy picit várunk, és utána föltesszük a szőkítőt, egy gyengébb szőkítőt, a szőke végekre is, hogy egyenletesen szépen világosodjon. Most már az utolsó tincsnél is közel egyenletes a barna rész, illetve az előzőleg már szőkített rész, úgyhogy most a végekre is keverek egy nagyon gyenge kis szőkítőt, hogy a sárgát ki tudjuk ütni belőle. Szőkíteni szőkítőporral és szőkítőkrémmel is lehet, én Andi haján a szőkítőport használok. A hatóidőnk leteltével most már a tőszűkítésnél tartunk.
Most egy nagyon gyenge szőkítő keverékkel bekenem Andi saját natúr lenövését, hogy utána teljesen egyenletes szőkére tudjam festeni a hajfestékkel. Kész a tőszőkítés, úgyhogy most jön az alapos öblítés. Gyors kifésülést követően jöhet a hajszárítás. Most kefe nélkül megszárítom Andi haját, és utána meglátjuk, hogy mi lesz pontosan az a szín, amire kiukadhatunk. Itt a tövén egy ilyen 9-esnél is világosabb, 9-es-10-es színmélység közötti szőkét kaptunk. Itt viszont a hosszában, ahol a barna volt, ez egy 8-as, 9-es színmélység közötti sárgás szín. Ahhoz, hogy ezt szépen egyenletesen szőkére tudjam festeni, ahhoz maximum 8-as színmélységű festéket, világos szőkét használhatok. Ha világosabbat teszek rá, akkor igazából át fog ütni az egész alatt ez a sárga, és lesz egy vöröses tónusa. Viszont Andi natúr színt szeretne. Ez a harmadik keverés, az utolsó, ezzel állítjuk be a végleges hajszínt. Alapvetően hambas hajszíneket keverek, de egy nagyon pici zöldet is teszek majd bele, hogy a hosszából a narancsos színt ki tudjam ütni. Egy perc alatt elkészül az új hajszín Andinak. Most egy kis samponnal összeemulgálom a színt, egy olyan 2-3 percre, utána mosunk és vágunk. Na, mosunk. Treats. You said it would be your
Az alapformát levágtam így vizesen, és szárazon fogom tökéletesíteni a hajvágást. Like crazy, you press your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt my breath was taken. We were about to make it. 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 Ez a második videó, amiben szőkítést láthattatok. Igen, megint nem egy platina szőkehaj készült, de itt is sikerült 4,5 színmélységet felvilágosítanunk, és végre, azt hiszem, Andi életében először egy hamvas hajszínt létrehozni, ami nem sárga és nem fog besárgulni. Ilyesmit szerettél volna? Igen, teljesen ezt szerettem volna. Egy sokkal világosabb hamvas hajszínt, ami nem sárgul be. Remek! Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, és találkozunk jövő szombaton 11-kor. Sziasztok!